Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Ritkábban szoktunk beszélgetni a kecskehúsról, illetve annak alakulásáról. Azt nézem, hogy bárányból több van idén, mint az elmúlt években. Ott van egy pici emelkedés, szemben a szarvasmarhával, illetve a disznó állománnyal. Kecskeügyben fejlődünk, vagy stagnálunk? Fejlődünk egyértelműen, látszik a kecske tartásnak a felfutása. Ennek egyik fő oka azon kívül, hogy húsát is megeszik, hogy egyre inkább kedveltek a kecske sajtok. Egy különleges ízlázó sajtot szeretik az evők, és elég magas áron lehet adni, bár nagy többsége piacokon kerül értékesítése, a termelők azonnal, ahogy beérett és kényszerűen viszik a piacra. Az evőkben vásárolják, mert nagyon kellemes, krémes, lágy, nagyon különleges íze van. Meg ugye kecsketejet ihat az, aki esetleg tehintejet nem, ha jól tudom, de itt most azért inkább kérdezem ezt, mint mondom. Teljes mértékben egyetértek az, hogy lehet fogyasztani különféle betegségek ennek az embereknek is, de mindenképpen mindenki kérje ki a házi orvosa véleményét a kecske tejfogyasztásáról. Viszont ritkán látok olyat, hogy miért tudom, kecskepörkölt, vagy kecskehúsból készült étel éttermekben van egyáltalán? Hát már aztán birka is kivetszik az éttermekben, egy-két helyen, tájegységekben, kúságban, vagy békésben, ott igazán kedvelt a birkapörkölt, kecskepörkölt, kevesebben fogyasztanak, mert egy kicsit édeskésebb húsa van, és teljesen más fűszeretséget igényel a kecskehús a pörköltbe. Más, megsütik még egybe, szokták még pecsenyeként, de ez a két felhasználása van. Nem mondja kedvet, de az ingyentek igazából fogyasztják a kecskét. Magyarországon alapvetően inkább a tejtermékeket fogyasztjuk kecskéből. Igen. Mennyire macerás foglalkozni a kecskékkel? Hát az egyik legegyszerűbb dolog, mindenki arra használja, hogy elvadult területeket kecskékkel legeltetnek föl, vagy akár erdőtisztításban is bizonyos mérték használják. Pár borzasztó kárakat tud csinálni, sokáig azon területen hagyják, mert majd mindent fölfal. Állandóan ingyen, és mindig újat keres, ezért nagyon nehéz falkába tartani, ezért általában kiviszik legelőre tartani, akkor békákkal viszik ki, de ott sem nagyon kedvelik, mert akkor meg a birkanyát is szél jobbra balra, úgyhogy inkább kutyákkal terelnek, de keverik az állományban a kecskéket a birkákkal. Kedvelt a tartása. Beismétlem, a házi kertekben főleg azok a helyeken használják, ahol egy elvadult kertet vesz meg azzal, hogy ezt kell rendbe tartania. Mennyire érzékeny betegségekre, mert ugye mindenféle korság zargatja az egyéb húspiacokat, és nyilván például az ilyen körömbetegségek, azt tudom, hogy ezeknél az jószágoknál, így a báránynál, meg a kecskénél ugyanúgy előfordulnak. Ez így van, ugyanúgy megvan, tehát a pársúlypatásként mindenképpen az ő könnyen elfedező, tehát nem kell vizes mocsolás helyen tartani. Igazából a kecske szereti, inkább a sziklás, dimbes, dombos helyeket szereti. Jó tartást lehet tartani, az a lényeg, hogy ne tartjuk tartósan egy helyen, mert akkor azok a károk az a gazdának a figyelmét teszik el. Tehát maguk a kecske tejvállítók, azok főleg zárt karámok között tartják az állományt, és ebben az állományban főleg téli időszakban kezdik el a fejést. Azt olvastam, hogy tavaly az Európai Unióban nagyjából 11 millió kecskét tartottak. Magyarországon az állomány alakulása az hogyan néz ki? Emelkedik, 500-700 ezer között mozog az állomány. Nincsenek tájegységek, ahol igazából felhalmozódnának, az ország minden pontján lehet tartani. Akkor ahhoz képest, hogy mondjuk 11 millió versus 5-600 ezer ide-haza élő jószág, akkor az Unióban viszonylag kecske nagyhatalomnak számíthatunk akár. Így van. A legfőbb gond a déli mediterrán térségben, ahol legeltetnek intenzíven, hogy nagy mértékben felel az erdő kipusztulásáért, illetve azért, hogy annyira vékony termőréteg marad utánuk, hogy az könnyen lemossa az eső meg a szél, úgyhogy nem annyira kedvelt a mediterrán térségben, bár jellegében mediterrán térség, ahol nagy tenyésztés van, Afrika, Közel-Kelet, illetve a déli államok, Görögország, Olaszország, de a Spanyolországban is nagyon komoly fajtáik vannak, amelyet ők tenyésztenek ki. Mert hogy ezekben az országokban is fogyasztják inkább a kecske húst, mint mondjuk Észak-Európában. Az volt a elnevezés a szegény ember tehene, igazából sokkal egyszerűbb a tartása, és az egy fejtkecske, azért 3-5 liter még a hagyományos fajták is leadnak, a külön apesi tájfajtáknak el lehet érni 7-8 liter is. Ebből a legkedveltebbek a svájci kecskék,
ott aztán van az Ámenvölgyi, az Appenzeller, Kecske, nagyon szívesen használják, mert nagyon jó sarcot lehet elkészíteni. Na most Magyarországon, mondjuk nézzük a tejtermékeket, az elfogy itthon, vagy ebből, illetve a kecske húsából is jut külföldre? Kecskehúsnak nincs akkora piaca, mert mindenki megtermelje maga kecskét, tehát az orosz síkságtól teljesen a portugál óceánpartig beálltunk kecskéket. Húsból nincs exportunk, tejtermék meg annyira kellendő belföldön, hogy nem tudják ellátni a magyar piacot, és rengeteg import van, szégyetlen Svájc, hogy osszák kecske, sajtot, a kecske túlra kerül a piacra. Mi a fő különbség így a mondjuk a tehénből készült sajt termékek, meg mondjuk a kecske tejből készült egyéb termékek között? Elsősorban, amikor rögösödik, amikor készítik magát a túrót, sokkal kisebb apró szentségből áll, magasabb zsírtartalommal, és az apró jelleg egy nagyon krémes, kellemes jelleget ad. Tehát a kecskét, ennek van egy olyan különlegesen kellős illata, aki mindenki számára vonzó, aki szereti a sajtféléket. Ez a krémes, lágy jelleg, illetve a különleges illat teszi lehetővé, hogy a piacon ennyire keresett. És mi az oka annak, hogy a gasztronómia ezt úgy nem fedezte föl? Fedezte, meg igazából, amikor sajtálakat kínálnak föl különféle fogadásokon, vagy egy-egy ilyen ételsor végén, amikor 8-10 étel kerül kipróbálásra, akkor mindig szerepel a végén egy kis sajtálabban, annak pedig egy harmad része általában kecske sajtból készült. Oké, de én most elsősorban inkább a húsból készült ételekre gondolnék, igen. Hát ott ez az édes kis ízzel van gondjuk, bár mondom, az ingyencek nagyon keresik a kecskehúst, és szívesen is vennének, hogyha lenne a piacon. Általában a húsboltok piacain csak megrendelésre szállítanak be. Nem csak olyan ígérel, mint a bárányhúsra vagy sertéshúsra. Egyébként melyik része a legfinomabb a kecskének, ha már a húsról beszélgetünk? Hát a klasszikus, a gerinc mellett rész, illetve a comb rész, hogy elég izmolt és jó a zsír és a húsaránya a húsban, és hát emiatt, hogy jó be tud épülni, főleg a parlagi kecskénél a izom közé a zsír, ezért jó kisütető, tehát egy kellemes omlós hús kapnak. Nem annyira rágós, mint a bárány, és nem annyira rostos, mint a marhahús. Úgyhogy elvileg jó étvágya lefogyasztani kell. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.